Te március 15, te tavasz. Köszöntünk most téged. És én pedig köszöntelek benneteket, önöket, hogy összegyűltünk ezen a szép napon, hogy együtt ünnepelhessük forradalmunk és szabadságharcunk 175. évfordulóját. Kérek mindenkit, hogy ezen a szép ünnepen együtt fennállva közösen énekeljük el nemzeti himnuszunkat. Kérem Kunta László polgármester urat, hogy tartsa meg ünnepi köszöntőjét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, fiatalok és gyerekek! Kedves tarci ünneplők és emlékezők! Vannak napok, melyek nem szállnak el, de az idők végéig megmaradnak, mint csillagok ragyognak boldogan, s fényszólnak minden születő tavasznak. Valamikor szép tüzes napok voltak, most enyhe és derűs fényen ragyognak. Ilyen nap volt az, melynek fordulója, Ibolyáit ma a szívünkbe szórja. Engedjék meg, hogy Juhász Gyula Március Idúcsára című költeményének örökérvényű szavait idézve Tarcal község önkormányzata és a magam nevében köszöntsem nemzeti ünnepünk az 1848. március 15-i forradalom 175. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségünk résztvevőit. Egyben tisztelettel emlékezünk a szabadságharc hőseire, a megtorlás áldozataira. A hősök közt bőséggel találunk földjeinket, zemplényeket. Mindenki tudja, hogy néhány faluval arrább Monokon született és fiatalkorát a térségben töltötte Kossuth Lajos, a reform ellenzék egyik vezéralakja, a szabadságharc politikai vezetője, valamint a széphalmi Kazinczy Lajos, honvédeződes, akit a 17. aradi vértanúként tisztelünk. Az egykoron Szerencs térségétől a lengyel határig tartó vármegye lakosai közül több ezren önkéntesként csatlakoztak a szerveződő nemzetőrséghez, majd beálltak honvédnek a seregbe, hogy megvédjék a forradalom vívmányait.
Engedjék meg, hogy a mai megemlékezésen nemzetünk egy másik hírességéről is megemlékezzek, akit a család ősi fészke, Krasznahorka és a közeli Betlér apropóján gömöriként tart számon a nemzet, de politikai pályafutásának kezdete Zemplénhez köti. Gróf Andrássy Gyuláról van szó, mivel itt is voltak birtokaik. Már fiatalon a Nemes vármegye tagja lett, és kiérdemelte a táblabírói címet, zemplényi követként részt vett az utolsó rendi reform országgyűlés munkájában, majd a forradalom győzelme után az első felelős magyar kormány belügyminiszterének, a bolsori Szemere Bertalan javaslatára István Nádor kinevezte Zemplén vármegye főispánjává. A szabadságharc alatt pedig ő vezette egy ideig a zempléni nemzetőr zászló aljat. A későbbi pályafutása, mint miniszterelnök, majd a monarchia közös külügyminisztere már jól ismert. Ha a közjóról van szó, akkor nem szabad provinciális szempontoknak hódolni, mert különben lehet ugyanaz ember jó zempléni, de sohasem jó hazafi. Szögezte le a mindössze 21 éves, akkori számítás szerint éppen csak nagykorúvá vált, jogot végzett Andrássy első politikai beszédében, amely elhangzott Zemplén vármegye 1944. szeptember 25-27 közt tartott közgyűlését. Itt éltük el a reformkor fő törekvését, a közjó megteremtésének a vágyát, amely magába foglalta a feudális kötöttségek, előjogok eltörlését, a magyar királyság valamennyi lakosának a törvény előtti egyenlőségét, vagyis az alapvető polgári jogok biztosítását és a fejlődést. A nemzet és benne az egyes emberek fejlődésének gyarapodásának a lehetőségét. Az ifjú grófra nagy hatással volt édesapja, Andrássy Károly, aki a reformok elkötelezett támogatója volt, s főrendiként a köznemes Kossuth Lajos lelkes híve, a Magyar Tudományos Akadémia létrehozásának támogatója, bőkezű mecénása, majd a magyar ipart pártoló védegyre tagja. Gyulának viszont a kor másik szellemi óriása és alkotója Széchenyi István lett a példaképe. Kossuth és Széchenyi. Nagy idők, nagy emberei, akik ugyan sok mindenben nem értettek egyet, vitatkoztak, de ezen viták elsősorban nem a személyes ambíciókról szóltak, hanem a nemzet fejlődéséért, jogaiért hívott harc útjáról. Honnan induljon a vasút, vagy milyen gyorsan haladjanak a nemzet jogainak a visszaszerzésének útján, hogyan valósítsák meg a jobbágyok felszabadítását, az örökváltságot. A mai közállapotok közt nehéz elképzelni, hogy a napi, sokszor szikrázóan kemény, intellektuális vitán felülemelkedve képesek voltak elismerni a másikat, mint tette a plebejus Kossuth, mikor a legnagyobb magyarnak nevezte az arisztokrata, németül jobban beszélő Széchenyi grófot. Más környezetbe születtek, éltek, más utat jártak be, de mind a ketten a haza javát, a közjót keresték. A magánvagyonokból adakoztak a közjó érdekében. Nem csak beszéltek róla, hanem cselekedtek is. Az első nagy lépést a már említett Magyar Tudományos Akadémia létrehozása jelentette, a folytatást, a folyamszabályozás és a magyar vasút megteremtése, a betetőzését pedig a Pestet Budával összekötő lánchíd. Ezen utóbbi nem valósulhatott volna meg, a görög kereskedőből dúsgazdag bankárrá, magyar főrendé és bőkezű támogatóvá vált Simna György nélkül, akinek a hála jeléül arannyal írták a pesti hídfő gránitjába vésett nevét. Mint az angol szász mondást tartja, a nagy erő nagy felelősséggel jár. Eleinknek is hosszú, rögös utat kellett bejárniuk, hogy eljussanak a közjó fogalmáig. Azonban érdemes megpróbálni. Ami rajtunk múlik, itt Tarcalon, Zemplénben, s reméljük, az ország más részén is sokan gondolkodnak így, s nem csak a nemzeti ünnep apropóján. Tisztelt ünneplők! A történetnek eddig az egyik száláról
Az országgyűlés keretein belül politikai szálláról esett szó, de volt egy másik is, a máciusi ifjak, a radikálisak, akik kivitték a politikát az utcára, és megszólították a széles néprétegeket a feltörekvő, egyre erősödő városi polgárságtól a birtokos gazdákig. A forradalmat ők csinálták Pesten és Budán. Petőfi, Jókai, Vasvári, Irinyi és a többiek. Március 15-e nemzeti történelmünk egyik legjelesebb eseménye. A nap kronológiáját mindenki jól ismeri, ezért nem is sorolom fel az eseményeket időbeli sorrendben. Azt azonban feltétlenül meg kell említeni, hogy Párizsban a februári forradalom kezdetén a hatalom a tömegbe lövetett, Bécsben polgárháború tört ki, a régi és az új, a hatalom és a feltörekvő polgárság képviselői közt, még Budán a helytartó tanácsot sikerült vértelenül megdönteni, pedig rendelkezésre állt az erő, amivel megpróbálhatták volna leverni az ifjakat és követőiket. Sejtelmünk sincs, hogyan alakul a magyar történelem, ha tűzparancsot kapnak a katonák. Szerencsére ez örök rejtély marad. A 12 pont viszont a nap eseményeitől függetlenül a magyar történelem legfontosabb dokumentumainak egyike, amelyek többsége a mai napig aktuális, különösen annak függvényében, hogy véres, öldöklő háború dúl már több, mint egy éve a szomszédunkban, Ukrajnában. Tehát kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúráját törlését. Felelős minisztériumot Pesten és Budán. Évenkénti országgyűlést Pesten. Törvény előtti egyenlőséget a polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrsereg. Közös teherviselés. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Esküdtszék, képviselet, egyenlőség alapján. Nemzeti bank. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Unió. Ezt követően összetalálkozott a két szál, a pesti és a pozsonyi. Amit a máciusi ifjak megfogalmaztak követelésként, azt az országgyűlés az áprilisi törvényekben rögzített és 5. Ferdinánd király által szentesített. Lerakták a modern, polgári Magyarország alapjait. Ünneplés azonban nem maradt sok idő, mivel az abszolutizmus ellentámadásba lendült, egymás után verték be Európa forradalmait, és végül már csak a magyarok s a nemzeti egységesülés útján járó olaszok maradtak talpon, köztünk pedig az osztrákok. A kamarilla kihasználta a sok nemzetiségi országon belüli nemzetiségi ellentéteket, elsőként a szerbek lázadtak fel a délvidéken, majd Jelasics horvát bánnál történő kinevezése után szakított a magyar kormánnyal, s támadást indított a rebellió leverésére. Ezzel kitört a nyílt háború, magyar szemszögből nézve a szabadságharc. Az első csatában Pákoznál Móga János altábornagy egyik parancsőr tisztjeként ott volt a honvéd seregben a már politikusként méltatott fiatal Andrássy Gyula. Később a hazának a kardja helyett az eszére, diplomáciai érzékére, nyelvtudására volt inkább szüksége, és Konstantinápolyba, mai nevén Isztambulba küldte, a török porta mellé követként. Mint később kiderült, ennek köszönhette az életét. A szabadsághoz eseményei, így a településünkön, a Terézia kápolna térségében vívott csata története jól ismert. Ápoljuk a hősök emlékét. Büszkék vagyunk a tavaszi hadjárat sikereire, az ország nagy részének a felszabadítására. Eleink bebizonyították, hogy a szabad nép csodákra képes. Ferenc József segítség kérésére az orosz cár végül nagyobb sereget küldött, mint elődje Napóleon ellen. Ezzel megpecsételődött a sorsunk. Majd jött a véres megtorlás hajnali tábolszernagy irányításával, a császár tudtával és jóváhagyásával.
Mártírjainkra október 6-án a Nemzeti Gyásznapon emlékezünk. A mai nap azonban az örömé, a vértelen polgári forradalom győzelmének a napja. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves gyerekek! Juhász Gyulával kezdtem, beszédem is vele zárom. De azért lelkünk búsan visszanéz, és emlékezve mámoros lesz tőled, tűnt március nagy napja, szép tavasz, mely fölráztad a szunnyadó erőket, mely új tavaszok napját égre hoztad, mely új remények ibolyáját fontad. Ó, nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, hisz mindig új fényt, új dalt, új világot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, éljen a szabadság, éljen a haza! Köszönjük szépen polgármester úr gondolatait, és hát a magyar szabadságunkra emlékezve és az élményekből merítve sok költő megírta verseit, megírták a táncokat és a gyönyörű énekeket. Ezekből jönnek egy-egy csokrok, legelőször is a Kikelet Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde gyermekei fognak nekünk, ha jól tudom, gyönyörű szép táncot bemutatni. Majd a Klapkagyi egy általános iskola diákjai verselni fognak nekünk. Végezetül a tarcali hagyományőrző népdalkör gyönyörű szép, hazafias nótákkal fogja a közönséget egy kicsit lelkületbe hozni, hogy a március 15-ére a zenével is együtt tudjunk hangolódni. Kérem, fogadják őket nagyon nagy szeretettel és tapssal. Thank you.
Talpra magyar, díja haza, itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk, vagy szabadok, ez a kérdés válaszható. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer. Kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kart. És mi mégis láncot hordunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és majd áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Petőfi Sándor, világosságot. Sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Sötét az éj, de égnek benne csillagok. Sötét az ember kebele, s nincs benne mécs, nincs benne csillag. Csak egy kis hamvadó sugársíts. Nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad. Vezess, ha fény vagy, vezess csak egy lépésnyire. Nem kérlek én, hogy átvilágítsd a más világnak fátyolán a szemfedőt. Nem kérdem én, hogy mi vagyok, csak azt mondd meg, hogy mi leszek. S miért vagyok? Magáért születik az ember, mert már magában egy világ? Vagy ő csak egy gyűrűje az óriási láncnak, melynek neve emberiség? Éljünk-e önnön örömünknek, vagy sírjunk a síró világgal? Hány volt ki más szívéből kiszitta a vért saját javára, és nem lett büntetése? S hány volt ki más javáért a vért kiontás saját szívéért, és nem lett jutalma? De mindegy, aki áldozatnak odaadja életét, ezt nem díjért teszi. De hogy használjon társinak, s használ-e vagy sem, a kérdések kérdése ez, és nem a lenni, vagy nem lenni. Használ-e a világnak, aki érte feláldozá magát.
Eljöjj-e a kor, melyet gátolnak a rosszak, s amelyre a jók törekednek, az általános boldogság kora. S tulajdonképpen mi a boldogság? Hisz minden ember ezt másban leli, vagy senki sem találta még meg? Talán amit mi boldogságnak nevezünk, a millió érdek. Ez mindegyes sugára csak, egy gyújnapnak, mely még a láthatáron túl van, de egykor feljöven. Bár volna így, bár volna célja a világnak, bár emelkednénk a világ folyvást a cél felé, amíg elébb-utóbb elérné. De hát, ha úgy vagyunk, mint a fa, mely virágzik és elmirít, mint a hullám, amely tagad, aztán lesimul, mint a kő, melyet fölhajítanak, aztán lehull, mint a vándor, ki hegyre mászik, s a tetőt elérte, ismét leballag. S ez így tart mindörökké, föl és alá, írtóztató, írtóztató. Kit még meg nem szállott a gondolat, nem fázotta soha. Nem tudja még, mi a hideg, e gondolathoz képest. Meleg napsugár a kígyó, mely keblünkön jégcsap gyanánt vérfagylalom végig csúszik, aztán nyakunkra tekerődzik, storkunkba folytja a lélegzetet. Vörös Mati Mihály, Szabad Sajtó. Kelj föl rab ágyat kőpárnáiról. Beteg, megzsibbad gondolat, kiált felérzés, mennyögél, elfojtott vérző szív alatt. Ó, jöjjetek ki láncra vett rabok, lássátok a boldog, dicső napot, s a honra, mely oly soká tűz veletek, derült, vigaszt és áldást hozzatok. Kötélem, zászló, halám, magam, csak
billentem, hogy azt bántsam, aki nem bánt engem. De a szabadságért, ha elkízni, talpon állok, mint halálig léni. De a szabadságért, ha elkízni, talpon állok, mint halálig léni. Szép a huszár, ha felül a lovára, fényes kardját köti az oldalára, onnan nézi, merre van a hazája, édesanyja merre vár a fiára. Keselylábú kis fejlovan te vagy az, aki engem a csatába hordozgat, könnyes szemmel csak úgy rám tekinget, csak hogy szóval engem meg nem kérdezhetsz. Tegnap este jöttem meg a csatából, leesett a vasalovam lábáról. Nyisd ki, Kovács, azt a szúrtos ajtódat, jó élesre vasad meg a lovamat. Nyisd ki, Kovács, azt a szúrtos ajtódat, jó élesre vasad meg a lovamat. Most szép lennék katonának, mert Kossuthnak felbúválnak. Kossuth Lajos nem lett volna, katona sem lettem volna, éjjel-éjjel a nemzet. Most szép lennék katonának, yeah.
magyarnak. Nem ha néki cipelőt, bőnadrágot varnak, de sarkantyús csizmának, akkor csak tollas főnek, illik gyöngyös pártának, magyar főkötőnek. Még azt mondják, nem igaz mondják, mert ez a magyar tánc a magyarnak. Nem ha néki cipelőt, bőnadrágot varnak, de sarkantyús csizmának, tollas főnek, gyöngyös pártának. Reméljük, hogy egy kicsit mindenki meg is mozdult a táncos nóta hallatára. Köszönöm szépen mindenkinek, aki eljött, és együtt ünnepelhetünk ezen a gyönyörű szép tavaszon március 15-ére. Kérek szépen mindenkit, hogy együtt közösen vonuljunk át a hősi emlékműhöz, ahol elhelyezzük a megemlékezés koszorúit.